hatos pontban, 6B-ben a 2,5 az 3 legyen. És azt szeretném kérni, hogy a 7-1 pontban szentélyek teljesülés érdemben nem akadályozzák a vállalati hatékonyság növelése érdekében fenti megállapodás alapján megvalósítandó intézkedéseket, tehát a fentiek megvalósulása esetén. Mert nem kell ugye bujócskázni, ez azt jelenti ez a mondat, hogy ezután azt tesz, amit akar a munkáltató, és ez ellen nem lépünk föl, de hát tudjátok, hogy ezt nem tudjuk soha elfogadni, 20 éve nem fogadjuk el, viszont ami benne van, az ellen nem kelünk föl. Ezt a formulát szeretnénk fenntartani. Azt azért nem értem, hogy itt miért van vita a záradék 7.1-ben köztünk, hiszen az összes kollektív szerződés aláírása itt történik 20 éve. Nem tudom, hogy ez nem ment-e eddig át. Nincs igazad, mert mondjuk azt is lehet játszani, hogy megegyezünk 200 ezer forintban, most a képzési támogatásnál, jövő héten előugrunk, hogy legyen 300 ezer. Hogy ne lehetne? És egy csomó dologban, amit itt most ugye megalkudunk, lealkudtok, fölalkudunk, az egy olyan határ, aminél nektek is lehetne alacsonyabb vágyakozásokat, nekünk meg lehet hónap után magasabb vágyakozások. És ezt akarjuk ezzel megakadályozni. Hát ilyen nincs, hogy ezután most már csak jó fiúként a Balázs szájcizzáral itt ülve, bár erre sokan vágynak, hogy így üljünk. Tehát ezt azért ne akarjátok rajtunk átverni. Ez a teljes fegyverrekételt jelenti ez a mondat, és ezt még sose írtuk alá, most se fogjuk. Tehát a megállapodásban szereplő tételek ellen nem fogunk fölülni. Hát nyilván. Szeretném megkérdezni, hogy a igazgató asszony most ezt az oldal álláspontjának tekintje, amit a kérdező mondott a 7-1 ponttal kapcsolatban, mert ez ne haragudjatok, ez a lélegegyeztető tárgyalások bozót partos részébe vezet vissza. Na jó, de hát ez az. Hát megkérdezni, hogy mi az értelme a munkáltatónak ez a megállapodás, hát akkor, hogyha megegyezünk, hogy 4% a béremelés, akkor már utána miért hívjuk le? Meg mi értelme? Úgyis odaadjátok a 4%-ot, és akkor minek hívkálunk? Hát azért, még egyszer elmondom, hogy ne 300 ezeret követeljünk volna képzési támogatást, hogy a szakmai képzésen keresztül ne olyan tanulmányi szerződéseket követeljünk, amit kiképeznek még ciklásnak is mindenkit. Hát egy csomó dolgot lekorlátoz. Nektek kötelezettségeket ír elő, nekünk pedig korlátokat ír elő. Ez az érdekegyeztetés. De ne haragudjatok, ilyen hangokat hallani 2011-ben, hogy ne vitatkozzunk, mert a munkavállaló figyelmét elvonjuk a vitával a lényegről, hát ezt mondjuk 25 évvel ezelőtt. Hallgattam én. Most nem bántani akarlak, de hát azért gondolj bele, hogy mi az, hogy a vitát be akarjuk kiírtani. Nem akarjuk betiltani a vitát. Épp azért kell ezeket leírni és aláírni, hogy legalább ezekben a kérdésekben ne legyen vita. De azt mondja, hogy azért, mert 20 kérdést megoldottunk, ezért 100-nál tilos a újabb felvetések, ez a fegyverletétellel azonos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát elég súlyos a probléma, ha itt tartunk, hogy a 7-1 pontot az... Ha előveszitek a korábbi kollektív szerződéseket, vagy megállapodásokat, abban minden az van, hogy jelen megállapodásban szabályozott kérdésekbe további fellépést a szakszerteknek. Mindegyiknél ez van. Tudom, mert aláírója voltam mindegyiknek. Ne akarjad ezekben bennünket kérdőt kényszeríteni. Szeretném a 2006-ban megkötött 4 éves megállapodás utolsó, illetve 5. fejezetének utolsó 2. pontját felolvasni. Aláíró szakszetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltak megváltoztatásának kikényszerítése érdekében nem kezdeményezhetnek. Teljes fegyverletételt kértek tőlünk a 7-1-es pontba, a VDSZ-hez biztosan nem érje aláírni. Még ha minden más teljesül, akkor sem.